majd szociálpszichológusnak a pszichológiához is értenie kell, meg a szociológiához is értenie kell. Dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, különböző típusú társadalomkutatásokban vesz részt. Szakterülete az informális kommunikáció és a pletyka. Településeken, szervezetekben, vállalatokban vizsgálódik. Azt kutatja, hogyan lehet feltérképezni azt az információt, azt az önképet, mely a közösségek jellemzője, de nem tetten érhető közvetlen olyan forrásokban, amiket a hagyományos kutatások szoktak korcső alá venni. A szociálpszichológus a család mai helyzete köré építette előadását. Ma azt hiszem különösen érdemes minél többet beszélni a családok helyzetéről, hiszen ha körülnézünk, nem csak országszerte, de akár világszerte, egy olyan változatosságnak lehetünk tanúi, ami minimum elgondolkodhat, ha csak nem zavarba ejtett. Ma sokkal nehezebb mintát találni például egy fiatalnak, ha azt szeretné lemásolni, hogy hogyan alapítunk családot, hogyan teremtünk jó párkapcsolatot, hogyan neveljük a gyermekeinket, mert ha körülnéz, akkor már a szülei, sőt az is lehet, hogy a nagyszülei generációjában olyan sokféleséget lát erre, például a válások kapcsán az úgynevezett patchwork családokra, ami azt jelenti, hogy valaki a kamaszkora során több apukát, vagy több mostohanyukát is elfogyaszthat idézőjelben. De van egy másik jelenség, ami szintén nagyon elgondolkodtató, ez pedig az, hogy kitolódott a gyermekvállalás időszaka, a családalapítás időszaka, és ezzel megjelent egy új életszakasz, az ifjúkor vagy a felnőttkor, amivel másképp bánnak ma a fiatalok, másképp használják ki, másképpen élik meg. Ez nem volt annyira jellemző évtizedekkel ezelőtt, hiszen akkor a 20-as évek elején, legkésőbb a közepén jellemző volt a családalapítás. Sok társadalomkutató értetlenül áll a jelenség előtt, inkább jelenségek előtt, vagy bírálja. Éppen kutatóként, tudósként nem lehet azt megtenni, hogy az ember véleményt és kritikát mond egy olyan közegről, ami körülveszi, hanem meg kell figyelni, le kell írni, és le kell vonni azokat a következtetéseket, amiből aztán hasznosíthat a következő generáció, vagy akár a jelenlegi. Két dolgot mindenképpen leszeretnék szögezni, akár a családról van szó, akár a világról. Az egyik az, hogy a változás az gyorsul, a másik pedig, hogy a bonyolultság, a komplexitás nő. Ez a kettő nem fog megfordulni. Ez egészen biztos, hogy így lesz, és erre számíthatunk a következő évtizedekben és évszázadokban is. Az is biztos azonban, hogy megtaláljuk az eszközöket ennek a bonyolult világnak a feldolgozásához. Nevezhetnénk rohanónak is, de hadd vessek önmagam mondatába egy ellenérvet, hogy ez miért nem új gondolat, hogy rohanó stresszes világban élünk. Hogyha visszamegyünk az időben 40 ezer évet, és elképzeljük magunkat egy preisztocén korabeli tisztáson, vagy a szavannán, ahol pontosan ugyanaz a homo sapiens sapiens sétált, mint aki ma itt van, akkor tudhatjuk, hogy neki a nap 24 órájában, tehát ahogy ma egy kamasz mondaná, 0-24-ben, azt kellett monitoroznia, sasolnia, hogy honnan ugrik a nyakába egy tigris, vagy az ellenkező csoportból valaki. Lényegesen stresszesebb volt az élete, egészen biztosan, mint a ma emberének, még akkor is, hogyha egyszerűbb volt, de az egyszerű történések sokkal nagyobb stresszt jelentettek. Vagy hogy ugorjunk egy picit a történelemben, sokáig nem csak azért nem áramlott információ, mert kevesebb volt az információ és kevesebb a csatorna, hanem az út is kevesebb volt két falu között, és aki elindult ezen az úton, az sokkal nagyobb valószínűséggel ette meg a farkas, vagy vitt el a tatár, mint a mai napon. Tehát megvoltak ugyanazok a veszélyfaktorok, megvoltak azok a hatalmas hatással járó folyamatok, amik ma, mintha eltűnnének, mikor keresünk egy aranykort, egy idilli pillanatot, amikor minden rendben volt, a fűzölden nőtt, és ragyogott az ég, és mindenki szeretett mindenkit, és a család család volt. Persze, csak ne feledkezzünk meg a gyermekágyi lázról, ami általában nagyon hamar elvitte az anyákat, a hadsereg meg az apákat, így aztán átlagosan 10-12 évig tartott egy házasság, tehát például azzal a 20. században szembesülünk, hogy mit kezd az ember a 15., a 20., a 25., a 6., és így tovább, és így tovább. Dr. Svetelszky Zsuzsanna szerint kutatóként, tudósként nem lehet kritikát és véleményt mondani egy olyan közegről, ami körülvesz, hanem meg kell figyelni, le kell írni és le kell vonni azokat a következtetéseket, amiből hasznosíthat információkat a következő generáció, vagy éppen a jelenlegi.
Képzeljék el, hogy ma például a szülészet nőgyógyászat fejlődésének köszönhetően ez már nőkkel is szemben látható mértékben előfordul, tehát egy nő családot alapít a 20-as évei elején, majd ez a kapcsolata felbomlik, a 40-es évek elején vagy a 30-as évek végén találkozik valakivel, és 40-45 között születik három gyereke, ahogy szokták ezt mondani, alom vagy fészekalj, ugye? Ami egy újabb családot jelent, amit régen szinte kizárólag férfiaktól lehetett hallani. Az előadást követően kötetlen beszélgetés formájában folytatódott a rendezvény. Ebből adódik a kérdés, hogy az ilyen diskurzusok alkalmával milyen saját problémákkal fordulnak útmutatásért a jelenlévők, egyáltalán szabad-e tanácsot adni? Szerintem tanácsot adni nagyon nehéz, hiszen még ha két eset a legtöbb vonásában hasonlíthat is, akkor sem mondhatjuk, hogy ugyanaz. Mindenkinek saját magának kell megtalálnia a megoldást a saját életének a kérdéseire, és szándékosan azért nem mondtam azt, hogy problémáira, mert ezek nem biztos, hogy problémák, nem biztos, hogy bajok, nem biztos, hogy érdemes letagadnunk magunk előtt azt, amit Shakespeare nagyon jól tudott évszázadokkal ezelőtt, és meg is írt, hogy az ember élete tele van krízis helyzetekkel. Egyébként akkor is, ha nem alapít családot, vagy nem kerül be egy párkapcsolatba, magától értetődőek, és az életkorunk változásából következnek a krízisek. Abból viszont, hogy beszélgetések alakulnak ki, igenis nagyon sok segítség született, mert azáltal, hogy megfogalmazza az ember, már egy másik nyilvánosság előtt rendezi a gondolatait, de nem csak a nyilvánosság számára, hanem saját maga számára is. Könnyen lehet, hogy hozzászól valaki, akinek éppen egy nagyon hasonló problémája, kérdése van, és még ha nem is ugyanaz, a kettő összevetéséből mind a ketten szűrhetnek le tanulságokat, következtetéseket. Az elmúlt évszázadok során hiába növekedett a fogyasztás során az átlagember által megszerezhető javak száma, mégis nőtt a boldogtalanság.